Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közületi műsora október 26-án szerdán. Két évforduló és egy akció kerül ma szóba. Beszélünk a reformációról, a 60 éves nyíregyházi tanárképzésről és az élelmiszerpazarlásról is. Nézzük a kínálatot. A reformáció emléknapja nagyszabású ünnepséggel készülnek Máté Szalkán. Maradék nélkül ismét lehet jelentkezni a Nébik akciójára tanárképzés. A 60 éves jubileumot ünnepelték az egyetemen. Ismét, Imáron 34. alkalommal rendezik meg Máté Szalkán a reformáció emléknapját. Az eseményről kérdezem, a Reformátusok Szakmáriát Egyesület elnökét, Fülöp István, jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, 30, 34 alkalommal azt jelenti, hogy gyakorlatilag a rendszerváltással egy ez az emléknap, már ahogy Máté szolgálja ez a megemlékezés. Ha szabad kezdeni a legelején, honnan jött az igény arra, hogy a Reformáciának napját így egy ilyen módon is megünnepeljék, amellett, hogy nyilván a református templomokban szó esik mindenről. 1989-ben még akkor a Magyar Demokrata Fórummal közösen rendeztük ezt meg, ezt a rendezvényt. Akkor egy ilyen ö, ébredési folyamat volt Magyarországon, aki, aki nem túl fiatal az emlékszik arra, hogy úgy. úgy Elkezdtünk szabadabban lélegezni. Jogi értelemben még szocializmus volt, de akkor már ugye a szocialista állam, az MSMP már nem volt, nem képviselt azt az erőt, meg nem is akarta képviselni, és úgymond e fölött, a rendezvény fölött már szemet hunytak, tehát szabadon meg lehetett rendezni a színházteremben. Miért is jött ez? Református MDFS barátaimmal úgy beszélgetve, nem is tudom, hogy ez hogy jött, szóba, hogy meg kellene ünnepelni ezt a rendezvényt. Hát a szocializmusban a templom falain belül már a lelkészek megemlékeztek egy zárt közösségben, de valószínűsítem, hogy mi ezt a széles néptömeg elé, széles lakosság elé akartuk tárni. A reformáció egy, nagyon sok mondani valója a reformációnak, az egyik mondani valója az, hogy menjünk el az emberek közé, tehát nem, ugye 1517-ben a Reformáció meghirdette, hogy nem latin nyelvű mise, hanem mindenki a saját anyanyelvén tarthatta az Isten tiszteleteket. Menjünk el az emberekhez, ne csak egy szűk, privi, szűk ember privilégiuma legyen a, a szentírás lefordították mi. Károly Gáspár révén viszonylag hamaradtuk az emberek kezébe a magyar fordítású szentírást, és hát akkor ne csak a templomban, hanem a művelődési házban. Ez akkor nagyon furcsa volt, hiszen kiállt a színpadra a lelkész, és Gárbotond volt az első, aki, aki vendégünk volt, Máté Szalkán volt az édesapja, Esperes, a teológián tanított professzor volt. És jó szívvel jött, és kiállt a színpadra, és tartott egy Isten tiszteletet. Furcsa volt, hogy, hogy hogy kerül a színházba egy lelkész, hogy is e, kerül a csizma az asztalra. De aztán hamar megszokták az emberek, most már ott tartunk, hogy várják. Ha véletlenül elmaradna, biztos számon kérnének, hogy miért maradt el nézem az idei meghívót, és akkor ebbe is látom, hogy mindenféle, hát, ugye nyilván itt is lesz, és igényhirdetést, Püspök úr, Fekete Gároly jelen lesz, de lesznek köszöntők, lesz zenei műsori szóval. Hogyan áll össze egy ilyen program? Mi az, ami közelebb hozza Máté Szalkán a reformációt a jelenlévőkhöz? Hát Máté Szalka büszkélkedhet azzal, hogy Közép-Európában először ötnegyedes negyedes szobrot adtunk át, posztamenssel együtt ez egy négy és fél méter magas szobor. Ezt követte a budapesti Calvin szobor egy évre rá, tehát, és Debrecenben nincs élő nagyságú Calvin szobor, azért mondom, mert Debrecen hívjuk úgy, hogy Calvinista Róma. És hát akkor, ha már van egy Calvin szobrunk, akkor kezdjük itt a, a rendezvényt. 1999-ben adtuk át a Calvin szobrot és ezt követően már itt kezdjük az ünnepséget. Tehát október 30-án vasárnap 16 órára mindenkit nagy szeretettel várunk Máté Szalkán a Kálvin térre a Kálvin szoborhoz. Itt köszöntőt mond Kovács Sándor, országgyűlési képviselő Hanusi Péter, Máté Szalkaváros polgármestere, Szalai Kont egy áldásmondő, a Szatmár Református Egyházmegye esperese, illetve hát Kálvin nevéről van egy általános iskolánk is, és a Kálvinos gyerekek adnak egy kis szerint kis műsort, ezt követően pedig 5 órától a Mátiszaki Művelődési Házban folytatódik a rendezvényünk. Itt én, mint a szervezők egyikének a képviselője, köszöntöm a megjelenteket. Az Egyház megye a második, másik szervező, Esperes úr is köszönti a megjelenteket, illetve ő át fogja vezetni a köszöntőt az Isten tisztelethez és Fekete Károly, Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke fog szolgálni. Ezt követően pedig a Máté Szalki Művészeti Iskola tanárai fognak egy kis hangversenyt adni, hegedű zongorára kísérhetében. A tavaly évben nagyon megható volt az a pillanat, amikor Ador Jánguszta főigazgató úr egy posztumusz elismerésben részesült, és a felesége vett, tehát emlékszem még, hogy el is érzékeny, mindenki, aki ott volt a színpadon, meg gondolom a teremben is. Most ilyen idén lesz valami, ez egy hagyomány, vagy, vagy ez egy egyszerű alkalom volt? Díjat alapítottunk. Milotei Nyilas István püspök tiszteletére, aki Milotáról indult, és úgy lett uh, püspök, illetve Betlen udvari uh, lelkésze, lett, és az ő tiszteletére alapítottunk díjat az Egyesület kezdeményezésére, de az Egyház megye mellinkát, és minden évben adunk egy egyházi és egy világi arra érdemes embernek ezt kitüntetést. Most az idén nagy ecseden mind a kettőt átadtuk a szatmárhatárok nélkül rendezvényünkön. Csőri István kapta az egyik díjat, aki kezdetektől Kezdetektől segítette az Egyesületüket, sőt tagja az Egyesületünknek, minden uh, szatmáratárok nélkül rendezvényen részt vett igei hirdetésével, uh, melengette a hívek szívét. A másik díjat pedig Jakab István, a parlamental elnöke, kapta ki, szintén uh, mély keresztény keresztjén értéket valló ember, és ha neki szólunk, vagy sokszor szólni sem kell, de ő is jó szívvel jön, és segíti a munkánkat. Ezért gondolta az Egyesület is, és az Egyház megye is, hogy jó helyre kerül a kitüntetés. Tehát most ezért e, itt most nem lesz díjátadás. Tavaly megosztottuk a, az egyik díjat E, azt Nagy egyseden adtuk át, Novák Katalin kapta, akkor még nem volt köztársasági elnök, vagy a másik díj, pedig Postumus. E, akkor is említettem most is, jobban szeretem én személy szerint, ha akkor díjazunk egy embert, amikor él. No, de hát itt volt egy érdekes dolog. Még egészségnek örvendett a Dorján Gusztáv főigazgató, mondhatom azt, hogy barátom, amikor felhívtam telefonon, és kérdeztem tőle, hogy elfogadnád-e ezt a díjat. Örömmel vette. Sajnos a jó Istennek más volt a szándéka. Magához szólította, de a díjat mindenféleképpen át akartuk adni, és az őzvegye vette át. Igen. Ö, még annyit, hogy mátész halkán, a mennyire nehéz mondjuk néző közönséget, talán szóval mennyire erős a református közösség Máté és környékén, mennyire szívesen vesznek részt egy ilyen programon, vagy mert néha lehet tapasztalni máshol, hogy, hogy bizony úgy kell a híveket össze kalapozni egy-egy ilyen rendezvényre. Mivel 34. alkalommal meg gondolom nem azért, mert kevés az érdeklődés rá. Van rá igény, és nagyon érdekes. Tíz évvel ezelőtt, körülbelül tíz évvel ezelőtt az egyik előadó megkérdezte, hogy kik a reformátusok, kik a katolikusok, nyújtsák fel a kezüket. És körülbelül fele katolikus katolikusok föl, is volt Így el? van, így van, és talán ez is jó, hogy a templomból kivittük a színház tereben, hát most a energia a miatt a Szalkai László teremben lesz, és most is sok katolikus testvérünk is megtisztel bennünket, van rá igény, Persze a részvételi arány az, az hullámzó, hát amikor vírus volt, akkor, akkor nehezebben voltak becsalhatóak az emberek, vagy amikor sok rendezvény van, de az, hogy 150-200 ember az úgy összegyűlik, hogy ehhez különösebben szervezni se kell, már kérdezik tőlem, ugye nem marad el, ugye lesz, és mondtam, hogy hát a jó Isten eddig megsegített, bízom benne, hogy ezután is, és hát így most a 34. alkalom lesz. Egy záró kérdés még már az Egyesülettel kapcsolatosan, ugye nagyon aktív Máté és környékén az Egyesület. Lassan itt az év a jövő évre terveznek-e valami olyat, ami, amiről már tudható, és esetleg nagy vállalkozással vannak Iránta. Az idén még egy rendezvényünk lesz, papasi polgármester barátom, aki szintén tagja az egyesületnek, vele együtt jótékonysági húsosztást szoktunk, adventáján paposon ö, megcsinálni. Ez azt jelenti, hogy a, a szokásos ö, disznóvágás és az emberek oda mennek a falu központba, helyett mi ezt a sertést levágjuk, és, és három-négy kilós csomagokba az arra rászoruló emberekhez eljuttatjuk, hogy ezáltal is szebbé tegyük az adventet. Ez még meg lesz, ez ö, talán advent első ö, vasárnapi előtti pénteken, valahogy így akarjuk megtartani, és aztán ezzel ezt az évet már befejeztük. Jövőre a szokásos rendezvényeinket megtartjuk, tehát a szatmárhatárok nélkül reformáció, aztán Fülöp Sándor festőművészről neveztünk el egy díjat, ezt a ballagás adjuk át az a más Gimnázium, illetve a Hajdúbőszörményi Bocska István Gimnázium arra érdemes diákjának, akit a tantestület abban az évben a legjobb művésznek, rajzosnak, festőnek ítélt. És hát természetesen lesz egy nagyon fontos esemény jövőre, 200 éves lesz a himnusz, hát az Egyesületünk nem mehet el, hiszen maga Kölcsei Ferenc református volt, szatmári volt, és egy szatmári református Egyesület feltétlenül meg kell, hogy emlékezzen a himnusz 200. születésnapjáról, mint ahogy minden magyar ünneplőbe fogja öltöztetni a szívét január 22-én, illetve az év folyamán. Köszönöm szépen, elnök vendégünk volt. Köszönöm szépen. Más témával folytatjuk. Negyedik alkalommal rendezi meg a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a Maradék Nélkül programot. Bárki jelentkezhet a felmérésre a Nébi honlapján. A cél, hogy konkrét adatokkal rendelkezzen a hivatal az élelmiszerpazarlásról, és ennek ismeretében dolgozzon ki felvilágosító kampányokat. Az első három felmérés óriási eredménye az volt, hogy egyáltalán számszerűsíteni tudtuk a magyar lakosság élelmiszer pazarlását, és 2016 és 2021 között készült ez a három felmérés. A második nagyon jó hír, hogy ez alatt az időszak alatt 24 kal tudtuk csökkenteni a pazarlásunkat. Ez már anyagi értelemben is egy tetemes megtakarítás a mai élelmiszerárakkal, azt mondhatjuk, hogy majdnem 10 ezer forintot tudunk megspórolni azon, hogy nem vásárolunk annyi felesleges élelmiszert. Viszont még egyszer ennyit kellene visszafogni, hogy kilogramban is kifejezhetővé tegyem. Az első, legelső mérésünknél még körülbelül 33, több mint 33 kg volt ez az egyfőre eső pazarlás, és ezt tudtuk lefaragni 25 kilóra. Úgyhogy nagyjából 20 kg lenne az idézőjelben elfogadható szint, hiszen teljesen pazarlásmentes háztartások a valóságban nem igazán léteznek. Ezekkel az adatokkal európai szinten is jó helyen áll Magyarország. Eleve egy alacsonyabb bázisról indultunk, mint mondjuk a németek, franciák vagy az angolok, és elég jó volt ez a csökkenési mérték is. Most a, a, talán a, azt mondhatom, hogy az élbolyba tartozunk. Azért nehéz ezt pontosan meghatározni, mert minden ország ma még egy kicsit máshogy méri ezt, és más anyagokat számítanak bele az élelmiszerhulladékba. Mi Magyarországon talán a legpontosabb mérést alkalmazzuk, ami egyébként az Európai Uniónak a hivatalos ajánlásán is alapszik, viszont ez az ajánlás ez csak a tavalyi évtől kezdve írta elő az élelmiszerhulladékok mérését, úgyhogy a legtöbb országban még vagy nem készült ilyen, vagy még nem ezzel a módszerrel készült, és az első pályalótok is azt mutatják, hogy nagy szórás lesz így a, a, módszertani megbízhatóságban, úgyhogy szerintem egy öt év múlva fogunk eljutni odáig, hogy pontosan összehasonlíthatók legyenek. Hogy a legutóbbi felméréshez képest mennyit csökkent tovább a magyarok élelmiszer pazarlása, az a következő kutatásból derül majd ki, amelyre már várják a háztartások jelentkezését. Ezt a maradék nélkül .hu oldalon lehet megtenni. Utána ki kell választani egy hetet, ami a karácsony, megelőz, karácsony megelőző időszakig terjedő ö, ö, szakaszban ö, lenne. Tehát a karácsonyt azt nem szeretnénk bemérni, belemérni, mert az irányosan torz képet eredményezne. És ez alatt, az egy hét alatt ö, minden nap mérlegelnünk kell a kidobott élelmiszer hulladékokat. Nem csak a pazarlást, tehát az, ami még ehető lett volna eredeti formájában, hanem a nem megelőzhető élelmiszer hulladékokat is, tehát mondjuk a kávézatszót vagy a csirkecsontot is le kell mérni, és ezt egy naplóban rögzíteni. Vagy papíralapú, vagy online napló, mind a kettőhöz nyújtunk segítséget, és ezekből az önkéntes adatokból áll össze az ország élelmiszer hulladék körképe. Ilyenkor akaratlanul is jobban odafigyelnek az emberek, hogy mit dobnak ki. Ezért, bár a módszer egy kicsit torzít a valós adatokon, a szakértők szerint még így is ez nyújtja a legkiegyensúlyozottabb képet. Jó tapasztalataink vannak egyébként, és a legtöbb háztartás ezt egy kis próbaként is fogja fel, és a saját adataink nagyon izgalmasak abból a szempontból, hogy rámutat arra ez az adatsor, hogy a mi háztartásunk mit tehetne egy picit jobban annak érdekében, hogy elkerüljük a pazarlást. És még van egy játék az elején, hogy megkérdezzük, hogy ki mire tippel, hogy mennyi lesz a háztartás éves élelmiszer pazarlása egy főre vetítve. És nagyon humoros, amikor, amikor, az emberek szembesülnek az adataikkal, és, és, akkor látják, hogy mi is kerül a szemétbe. Csak annyit mondok, hogy 10 háztartásból 8 alul becsli azt a pazarlást, ami a valóságban történik és az alulbecslés mértéke az olyan 50%-os körül lehet. Tehát a legtöbb ember azt gondolja, hogy valójában fele pazarul, arról, mint a valóságban. Ahhoz, hogy a felmérés hiteles legyen, az Európai Unió legalább 100 háztartás részvételét írja elő, azonban a nébi szeretné elérni a 300 főt. Ehhez pedig szabolcs mert Bereg megyéből is várják a jelentkezőket. Ahogy nézegettük az adatokat, nyilván nem több ezer háztartásról beszélünk, hanem néhány százról, ezért így egy-egy megyére lebontva, nem nagyon pontos a, a körképünk, viszont az látszik, hogy egy kicsit takarékosabbak voltak a megyében élők. Egyébként így országosan is elmondhatjuk, hogy a, ahol ö, több a családi házas övezet, ö, tehát nagyobb a, a, az esélye annak, hogy van valamilyen konyhakert, vagy tudnak komposztálni az emberek legalább, pláne még állatot is tartanak, ezek a háztartások úgy általában kevésbé pazarolnak. A másik ilyen szempont, hogy, hogy a jövedelemmel is összefüggésben van, ahol, ahol több a gazdag háztartás, ott magasabb az egyfőre eső pazarlásnak a mértéke. Hogy ahol van kisgyerek, ott, ott egy kicsit többet pazarol egyfőre eső módon a háztartás, és emögött azt látjuk, hogy a gyerek ízlése Napról napra változik, a szülő pedig próbálja kényeztetni, jóllakatni, és hát óhatatlanul ilyenkor vagy az elhízás mértéken növekszik, vagy az élelmiszer hulladéké. Az adatokat karácsonyig gyűjtik, majd elkezdik rendszerezni és feldolgozni. Bár az eredmények nyár elejére megvannak, a névi ezek közlését az élelmiszer pazarlás világnapjára szeptemberre időzíti. 60 évvel ezelőtt indult a tanárképzés Nyíregyházán, volt időszak, amikor több mint tízezren tanulták a hivatást a megyeszékhelyen, most kevesen választják ugyan a pályát, de ezen szeretne változtatni a képzőhely vendégem, Márton Sára, a egy Pedagógus Képző Központ főigazgatója. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm szépen a meghívást. Nem is jó, jó az mindenki. a megfogalmazás, hogy kevesen választják, inkább az, hogy valamit változtatni kell azon, hogy még népszerűbb legyen ez a pedagógus képzés, hiszen ugye állandóan arról hallani, hogy főleg természettudományos területen viszonylag kevés a tanár, aminek egyébként nem a képzés minősége az oka elsősorban, hanem az, hogy kevés a fizetés a bér, ugye mai napon is ugye állandóan ez a téma minden nap szinte a sajtóban. Szóval néhány gondoltat a 60 évről, aztán pedig térünk át arra, hogy hogyan változtatták a képzési rendszert azért, hogy még népszerűbb legyen ez a... Ez a Igen, hivatás. valóban 1962. szeptemberében indult el a tanárképzés egyházán, akkor még pedagógiai főiskolának hívták, és nyilvánvalóan nem volt olyan gazdag szakkínálat, vagy szakválasztási lehetősége az akkori hallgatóknak, mint ami akár napjainkban is tapasztalható, és ennek az apropóján volt 2022 október 14-én egy tudományos üléssel egybekötött nevezhetjük emlékező programnak a nyiregyházi Egyetemen. Most itt, amint mondod, hogy tízezer tanárszakos hallgató, itt azért helyesbítenék, tízezer hallgató. Ez már az az időszak volt, amikor nem csak tanárszakosakat képzett a Nyíregyházi akkor még főiskola, vagy esetleg még talán a Besenyi György pedag tanárképző főiskola, tehát a nyíregyházi Főiskola időszakában volt a tízezer hallgató, akkor, amikor megtörtént az integráció a mezőgazdasági főiskolával, és már akkor az agrár, a gépészet területén, illetve a közgazdászat területére is jelentkeztek hozzánk hallgatók. Tehát ez csak egy pontosítás. Az biztos, hogy az... Én, én nem ide jártam ugyan, de volt, mikor diák voltam, és nagyon persgő volt az életszó, szóval itt nagyon sokan voltak. és nagyon sokan tanultak egyébként tanárnak, én ismerőseim közül is. Pontosan így van, tehát valamennyi felsőoktatási intézményben tapasztalható, hogy a tanárszakot kevésbé választják. És nyilvánvalóan azért egyrészt maguk a képzőintézmények, illetve hát nyilvánvalóan azért a kormányzatnak is vannak olyan elgondolásai, amelyek azért a pályára vonzást igyekeznek segíteni, illetve nekünk törekednünk kell arra, hogy ne legyen óriási szakadék a képzés és a mindennapok valósága között, amikor a végzett tanár jelöltek, vagy végzett tanárok kikerülnek a mindennapok pedagógiai tevékenységét jelentő iskolába. Na most a kérdésére válaszolva, jelen pillanatban ugye átalakulásban van a tanárképzésnek a rendszere Magyarországon. Egész konkrétan 2022. szeptemberétől, tehát konkrétan két, év, két hónapja dolgozunk egy új szisztéma szerint. Na most erről az új szisztémáról azt kell tudnunk, hogy ez egységes keretbe foglalja a tanárképzést, vagyis megszűnik az általános és középiskolai tanárok képzése. Tehát az, amit ön is említett, hogy korábban milyen ö, volt főiskolai és egyetem, stb., tehát ugye ez a diverzifikáció a felsőoktatási intézmények között már nincsen és az általános és középiskolai tanárképzés is ö, tulajdonképpen egységessé válik. Ez az egyik fontos szempont, amit tudnunk kell. A másik szempont pont abból kiindulva, hogy a gyakorlatnak és az elméletnek a nagyon ö, mély szakadékát át tudjuk hidalni, ehhez egy nagyon erős gyakorlatorientáció kíséri végig a képzés, 10 fél évét, mert ez az egységes tanárképzés azt jelenti, hogy 5 éves időtartamúvá vált maga a képzés. A gyakorlatorientáció magával hozza azt, hogy már az első fél évtől kezdődően gyakorlati helyen vannak a hallgatóink, és egy olyan ö, tárgy került megnevesítésre, amelynek az az elnevezése, hogy ismereti pályaszocializációs gyakorlat. Tehát már a tanári pályával történő megismerkedés az első fél évben elindul a hallgatóink számára. Akkor még gondolom, nem tartanak órát. Nem. Csak a megfigyelik a... Pont. Sőt, még nem is órát figyelnek meg, hanem akkor elmondom, hogy ezt a Nyíregyházi Egyetem hogyan valósította meg. Nekünk ugye van az 5 József gyakorló iskolánk. Közkedvelt nevén a Csoki és mi az intézmény vezetésével összeállítottunk egész fél évre egy olyan programot, amelyből a hallgatók választhatnak szabadon a idejüknek megfelelően, mert hát nyilvánvalóan ugye ők dolgoznak az egyetemen, mert a szaktudományi felkészítés is zajlik, és a szabad idejüknek megfelelően választanak különböző programokat, és ezek elsődlegesen tanórán kívüli, illetve olykor még iskolán kívüli programok is, tehát hogy meg, ö, betekintést nyerjenek a nem pusztán csak a tanítási-tanulási folyamatba, hanem hogy a széles spektrumát nézzék meg a ö, tanári tevékenységnek, és ezt a célt szolgálja tulajdonképpen ez a ö, pályaismereti, pályaszocializációs gyakorlat. Na most azt azért tudjuk, hogy a gyakorló iskola azért az nem teljes egészében, a, a hétköznapok iskoláját mutatja. Kicsit válogatott gyerekek Így vannak. igaz. Ez kiküszöbelen, kiküszöbelendő. Van egy úgynevezett partneriskolai gyakorlatunk is, amely már kimondottan nem gyakorló iskolához köthető. Ahol a hallgatóink már a valós tanulói heterogenitással ismerkednek meg, a tanulókhoz illeszkedő egyéni eljárásokba pillanthatnak be, illetve megnézik azt, hogy milyen különféle intézmény típusok is lehetségesek, hiszen neki a középiskolára is föl kell készülnie, tehát be kell tekintést nyernie nem csak az általános művelés, hanem a szakképzésnek az intézményeibe. Tehát igyekszünk ezeket a gyakorlatokat úgy koordinálni, úgy szervezni, ami nyilván egy nagyon nehéz feladat, hogy legyen lehetősége a hallgatónak technikumba, szakközépiskolába, szakiskolába is eljutni. Pont azért, hogy a tanulói sok féleséggel próbáljon megismerkedni, és hogy hogyan alakítsa ki azt a bizonyos tanítási, tanulási folyamatot, amelyre ő a különböző szakokat vagy szaktudományokat illetően kiképzést kap. Melyik az a tudományterület, amely nagyon kedvelt a tanárképzésben, és mely az, amely, ahol még azért várnak jelentkezőket, ami kevésbé ismernek, vagy kevésbé választanak mostanában? Tehát mostanában azért, ahogyan ezt valamennyien tudjuk, az érettségi Tárgyak, azok előtérbe kerülnek a tanárszakok választásánál is. Tehát ilyen szempontból a magyar és a történelem, de nagy örömünkre szolgál ettől a tanévtől, hogy elég sokan jelentkeztek földrajzszakra, és hát nyilvánvalóan az idegen nyelvek közül az angol, és ami azért egészen jól tartja magát évek óta ez a testnevelésszak, és ami még érdekes, és tényleg ez is egy fontos szempont, a vizuális kultúra, tehát ez, ami korábban a rajszakot jelentette. Tehát ezek tűnnek a legnépszerűbbeknek, mind nappali, mind levelező képzésben. Inkább hölgyek választják, kevésbé a férfiak, vagy azért arra arány már egész jó? Most már nagyon jó az arány. Tehát nekem az első éves csoportom, én találkozom velük ennek a pályaismereti, pályaszocializációs gyakorlatnak a kapcsán, az első csoportom az gyakorlatilag úgy alakul, hogy a fiúk felül reprezentáltak. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy azért ezt az elnői tanári pályát valamilyen formában átalakítsuk, vagy átalakuljon, és ezért nagyon örülünk, amikor fiúhallgatók is megjelennek a ö, mi hallgatóink, vagy tanárjelöltjeink között. Ugye van olyan, amikor az ember még nem tudja 18 évesen pontosan mit akar, és akkor olyan szakot választ, ami lehet, hogy tanár lesz, de lehet, hogy nem lesz az. Mennyire jellemző az, hogy valaki, amikor a diplomáját megszerzi, valóban tanárként helyezkedik el, van -e esetleg egy ilyen utánkövetési rendszer, van -e erre energiájuk? Van természetesen, tehát ugye egy ilyen utánkövetési rendszerünk, azért lehet azt mondani, hogy a végzetteknek a 80%-a azért a tanári pályán marad. Én úgy gondolom, hogy azok, akik a Nyíregyházi Egyetemen végeznek, és úgy gondolja, hogy talán mégsem ezt a pályát szeretné magának, akkor ők már a képzés ideje alatt inkább más ö, irányba haladnak, esetleg átigazolnak nálunk valamilyen alapképzési szakra, és ugye annak nem tanári ö, kimenete van. Ö, lehet, hogy éppen lesz belőle csecsemő és kisgyermek nevelő, mert marad a pedagógus képzési, képzési területnél vagy átmegy tanítóképzésre, vagy esetleg teljesen más alapképzési szakot választ az egyetem kínálatából. Még annyit, hogy ha valakinek megosztok a kedvét, akkor van keresztfél éves képzés is, vagy akkor várnia kell jövő szeptemberig? Jövő szeptemberig kell mindenféleképpen várni, ugyanis keresztfél évben ezeket a képzéseket nem indítjuk. Na most, amit még érdekes és izgalmas elmondanunk, hogy azért egy jelentős átalakulást jelentett a tanárképzésben, amikor 2006-tól, szerintem önök is tudják, az úgynevezett bolonya rendszerű képzések elindultak Magyarországon, és ugye 2006 azért ilyen történeti távlatokat alapulvéve nem túl régen volt, és azt azért el kell mondanom, hogy az eltelt, közösen kiszámoljuk 16 esztendő 16. alatt, 16 esztendő alatt most éppen a harmadik tanárképzési szisztéma szerinti képzést folytatjuk a felsőoktatási intézményekben. És azért ez nem egy olyan óriási idő, hogy, hogy olyan nagyon komoly mérési adataink legyenek az egyes képzéseknek a beválásáról, ha lehet azt mondani. Igen, de azért a hála Istennek, hogy ezt a bolonyai 3 plusz 2-t kivették a tanárképzésből, mert igazából értelmezhetetlen volt. Igen. Igen, viszont hát nyilvánvalóan azt ön is tudja, hogy nagyon sokan voltak, akik, akik szimpatizáltak ezzel a rendszerrel, de nyilvánvalóan ugyanannyian voltak, akik ellenezték. Na most, amit, amire utalt az előbb, hogy ugye 18 évesen, amikor az ember választ, hogy tudja-e, hogy most ő ténylegesen tanár szeretne lenni, ennek egyetlen egy előnye volt, vagy lehet, szerintem volt egy előnye, mégpedig az, hogy nem 18 évesen kellett eldönteni, hogy akar-e tanár lenni. Még kapott három é, Pontosan így van. Pontosan Olyan. így van. És ugye azt mi... Igazért azért dolgoztunk akkor is már ö, tanárjelöltekkel vagy tanárszakos hallgatókkal, egészen más volt a munkához való viszonyuk, tehát érettebbek voltak, tehát az, hogy valaki már 21 évesen dönt, vagy esetleg 22 évesen amellett, ö, és ezek a hallgatók azért a pályán maradtak. Tehát ott szinte mindenki, aki a ö, nálunk legalábbis a Bologna rendszerben végzett, azok azért a tanári pályán maradtak nagy részt. Remélem ez így lesz az után, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Én is köszönöm a meghívást. Eddig tartott ma a 35 perc legközelebb jövő hétfőn várjuk önöket, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.